vigyázzunk arra, hogy például, hogyha ilyen úgyhogy is, hogy na, hát itt van az első videó, amit igazából most ugye látni fogtok, van így nézetet, bocsi, no, a címhárs fönt, nos, a címe ugye a Crazy Russian Cars Crash Complication videó lesz. Jó, na akkor kezdjük. Igazd meg! Ez kurva jó, ez így parolt egyet. Aha, igen. Na ez itt nem tudom, hogy mi volt. Jó, jó, van. Ó, te. Idióta. Most érted, szó szerint. Azra tolod. Aha, ne mondd bele ebbe az autóba. Aha, ne verte az első rendszámtámban, akkor komoly. Ez még egyszer, ez nagyon jó, figyeld, figyeld, tehát pont döm autót nézd meg. Figyeld. Azaz, úgy van, azaz. Igen. Tanulság mindig répjére a fék. Ó, baszki. Elcsaptál majdnem, elcsaptál egy gyalogost. Ó, de. Na, azaz. Ez konkrétan, ezt megmutatom még egyszer, tehát figyelj. Figyeljetek, nem ezt. Innen, figyeld. Ott az autó, ott a ladás, hopp, befékez. Kamionos nem tud elben mellette lépni. Hát és utána a lada meg...
Na, bejutottunk. Akkor az... csináljuk, hogy kirakunk ide egy vonatot. Öt vagont tehetek ki. Van. Flysk. Angliában mondják. És ehhez fogunk hozzá kapcsolni egy... aha, passenger, ugye ez az egyes. Ním. Brit. Öt fogunk csinálni. Red, komolyabb a ním. De bár... hát akkor figyelj, akkor marad a zöld. Zöld, és akkor ebből mit tudom én teszek? Legurul egyet, és akkor... akkor barnából egy... és pirosból is egy. Jó, és akkor... mivel ugye megvan... ó, hát nézzétek, már nincs. Akkor 60.103. És el van fogadva, figyelj, valamennyire ha... is. A T betű, a T betűvel tudok így a vonat, azok a... az... de egyébként nagyon jó. És ha vissza, megnyomom a T-t, akkor ugyanígy visszakapom magamat. De viszont ha a G-t nyomom meg, akkor viszont old... figyeljétek, látni lehet. És akkor én mutatom a mozgásba, hátrafelé. Á, itt az a... kapcsoljétek. A H betű meg a kürt. Halljátok? Ez elképesztő, nagyon... ezt ugyanis kanyarodni fogunk. Kanyarodni. Itt ugye ha rákok látni az át... mindjárt lassítunk. Akkor én jó, majd mondjuk itt tudjátok, látnátok, emberkéknek a websnél van egy. Akkor én jó magam a Reading Railroadnál. Mindjárt lassítunk, most megállunk. Még egy picit azért előrébb kurva. Jó,
ott vagyok, vágjátok, ott vagyok, hoppa, képesztő, ember, egész, akkor ez tovább, adatunkat hol jár, aha, most érkezik a kanyarhoz. Állunk. Igen, szigorúan. Akkor, hogy mondjuk akkor 6000... 6050-nél, tehát 6050-nél érdemes... akkor 12-es csomóval menni. És itt már eleve lassan, mert ezért éppen ne ez az. Azt figyeljétek már, kerti vasút, figyeld már! Ezt ti vágjátok? Oké, amíg... Próbáljuk meg, én azt mondom. X. Töröltük a szerelvényt. Szerintem. Ez. Akkor ez. Na is. Azt mondom, a... Nem tudom. Ott ami... Esős, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit. Elnézést, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok srácok, alatt van, és hát megpróbálunk a mai videóban Robloxozni, amelyben ugye nagyon megtetszett nektek a, egy legyen ön,
És ha minden igaz, akkor itt a Roxy. Roxy srácok. Hello, hello. Hello, hello. Ja, semmi. Hát ennyi, hát szerintem lehet, hogy... Aha, így is.
Mostnak sajnos be kell állítanom az órát. Izony. Elvinni, ebbe beleértve én is benne leszek, viszont ötük közül kiválasztott, meghoztam a döntést. Tehát, hogy egy játékosnak sajnos be kell állítanom az órát. Bizony, bizony.
Ugyanis egy játékost kiszemeztem, hogy vajon... Elsöpözni kéne mindjárt. Vajon ki lesz az? Vajon ki lehet az, aki konkrétan teljesen konkrétan időre az első szakasz kérdésnél 15 perc, 15 másodperc áll a rendelkezésre, a második szakasznál 30 másodperc, illetve a harmadiknál pedig az első négy kérdésnél 45 másodperc, az utolsó kérdésnél pedig 60 másodpercet fogok rászánni. Az legyen mondjuk a Tibi. Én azt mondom, legyen a Tibi. Ez az! Úgyhogy úgyhogy bizony. Úgyhogy gondolom... Remélem az esőfot látszódik. Kicsibe. Most kicsibe. Beállítom akkor Misi nevét. Misi nevét, mint ugye... Igen, akkor Misikém, akkor kérlek szépen szólalj meg, légy szíves. Tessék, haló, tessék! Rendőrség? Nem. No. Akkor... akkor Misikém, te vagy az első játékos. Játékos, játékosom, így te kezdesz rögtön. Rögtön, kérlek szépen. Nos, hát... Hát... gondolom hallottad a... Azt fogja mutatni, hogy akkor te két választ megjelölhetsz. És ha az egyik válasz nem jó, akkor a másikat...
Első kérdés? Vagy még várunk egy kicsit? Jó. Most jöhet. Ki a Hungária együttes frontembere? Ez itt a kérdés. A Fenyő Miklós, B. Dolly, C. Pataki Attila, D. Horváth Charlie. Na, a négy között. Audio Jungle.